Tökéletesre megsül alulról is. Le lehetne porcukrozni ezeket a batyukat, de olyan szépek, hogy vétek lenne rászórni porcukrot. Aki úgy szereti, az fogyassza úgy. Így lehet látni, hogy szépen megsül minden irányból. Leveles lesz, gyönyörű lesz ez a batyú. És kitűnő ízű. Ezt adja a jó töltelék. És még sós is. Jó étvágyat kívánok hozzá. És illik-e mellé valamilyen borocska? Ez természetes, hiszen használhatjuk porkorcsolyának is. Árdikám, légy szíves, akkor ajánljál ehhez az ételhez egy fenséges egri bort. Ezért azok én fehér bort ajánlnék, méghozzá egy egri olasz szizlinget, amely még akár Raci bársinak a fiatal korából is ismerős lehet, ugyanis Magyarországon ez az egyik legelterjedtebb fehér szőlőfajta, így Egerben is előszeretettel használjuk fehér bor készítéséhez. Ez az olasz szizling egy vegyes eljárással készült el, először reduktív módon lett kijeresztve, majd aztán 6 hónapig új tölgyfahordós érlelésen esett át, ezért mindkét borkészítési eljárásnak a velejárói tulajdonságait magában hordozza, ez egy nagyon szép kettőség fedezhető fel ezen bor kóstolásakor. Ne is húzzuk tovább az időt, kóstoljuk meg ezt a bort, amit én azonnal öntök is Laci bársának a poharába. Színében egy szalmasárga színnel rendelkező borról beszélhetünk, illatában friss, üde, gyümölcsös jegyek, nagyon minimális kis fűszeresség, valamint ásványosság az, ami felfedezhető. Ízében mindenképpen egy nagyon szép, lendületes savgerinccel találkozhatunk, ugye mondtam, az reduktív borokból adódóan, de ugyanakkor már egy szép krémesség is megjelenik az ízében. Maradva ezen ásványos jegyek mellett egy nagyon, nagyon kellemes üde lecsengése van ennek a bornak, amelyet a korty végén egy picit a magas alkoholtartalom melegít is, és ennek a bornak egy 13 feles alkoholtartalma van, amely fehér boroknál magasnak mondható. Kedves egészségükre! Kedves egészségükre! Melegítsük be, kedves séfurak, egy nótával. Elindul a szakács, az a híres szakács, és megáll a faluban a forgalom. Elindul a szakács, az a híres szakács, és megáll a faluban a forgalom. Menj be, Julcsa, a konyhába, rakjál tüzet a kályhába, mert olyan szakács vagyok, mindig csak kavarok, engem belülről fűt a szorgalom. Menj be, Julcsa, a konyhába, rakjál tüzet a kályhába, mert olyan szakács vagyok, mindig csak kavarok, engem belülről fűt a szorgalom. Megjött már a szakács, az a híres szakács, és megállt a faluban a forgalom. Megjött már a szakács, az a híres szakács, és megállt a faluban a forgalom. Nincsen abban nagy szégyen, hogy sütök főzök a héten, mert olyan szakács vagyok, hogy mindig mulatok, csak erre van meg a hajlamom. Nincsen abban nagy szégyen, hogy sütök főzök a héten, mert olyan szakács vagyok, hogy mindig mulatok, csak erre van meg a hajlamom. Elment már a szakács, az a híres szakács, és megindult a faluban a forgalom. Elment már a szakács, az a híres szakács, és megindult a faluban a forgalom. Egyszer voltam nálatok, leég
égett a házatok, mert olyan szakács vagyok, mindig lángra kapok, ha meglátlak téged, angyalom. Egyszer voltam nálatok, leégett a házatok, mert olyan szakács vagyok, mindig lángra kapok, ha meglátlak téged, angyalom. Ma egy komatálat készítek, disznóvágáskor, böllérek. Minden jó koma összejön. És hogy készül a komatál? No, tessenek jól figyelni. Hát ami a disznótorkor előkerül, disznóvágáskor, ugye hurka, kolbász, oldalas, ezt betesszük a sütőbe és megsütjük. Ezzel sok gondunk nem lesz, itt csak arra kell ügyelni, hogy jó be legyen fűszerezve, be legyen sózva a hús, így, és egy kis csalafintaságot is mutatok. A csontot szépen bevagdossuk, csak egy hegyes késsel itt a csontot, és szépen leszedjük a húsról, kifordítjuk. Majd sütéskor ez nagyon sok kellemes kivitelt fog adni. Egy kis köményt teszünk rá csonttal lefelé, így, és hozzá tesszük a hurkát, különböző típusú hurkákat, májas hurka, véres hurka, zseblésvéres, és a kolbászt is. Na, hogy azért legyen egy kis, ez is az is 120 percben, egy kis darab szalonnát ráteszünk ide a húsokra, meg a hurkára, ez egy kis zsírt is ad, meg szebben meg fog sülni. Teszünk mellé egy kis hagymát, ilyen nagyobb cikkekre vágott hagymát a hús miatt, és majd lesz hozzá még téve sertésmáj is, de a sertésmájat vagy külön célszerű megsütni, ezt ajánlom, vagy pedig a végén rátenni, hogy megsüljön. Én azért azt mondom, hogy külön, leszeletelve sokkal jobb, és ez fog kerülni mind rá egy tára. Hát így jó komák, lehet rajta osztozni, pláne ha van hozzá egy kis borocska is. No, ezt már is beteszem a sütőbe, és készítem hozzá a többi kelléket. Következő lépésként valami savanyúság is dukkál hozzá, ilyenkor kerül elő a taposott savanyú káposzta, vagy a kisdinnyék, a csili csalamádé, a házilagosan eltett különböző zöldségek, különböző savanyúságok. Én mégis egymást fogok készíteni most, mégpedig egy pikáns hagymasalátát, ami úgy készül, hogy a hagymát vastag karikára levágjuk, majd egy forrásba lévő saláta ecetbe, tehát víz, ecet, cukor, beletesszük és hagyjuk kihűlni. Én már ezt megtettem, így néz ki, egy savanyú hagymasaláta, savanyú hagymasaláta, roppanós, puha marad, azáltal, hogy a savas közegbe tettem be, és ehhez fogok tenni almát, illetve uborkát. Savanyú uborka, két végét levágjuk, és ilyen kis darabokat vágunk le az uborkából, amit a hagymához hozzáteszek, ez egy kicsit felturbózza, mert aki az uborkát szereti, az is megtalálja benne a számítását, és teszek hozzá még almát is. Almát az utolsó pillanatban teszem hozzá, amikor is már a hagyma uborka együtt van, és így akkor az alma nem fog megbarnulni. Ha így végezzük ezt a feladatot, ezt a technológiát, az almát nem fog befeketedni. Összekeverjük, és kerül vissza a hűtőbe, tálalásig ott tartjuk. A húsok, hurka, kolbász oldalas bent a sütőbe, hagymasaláta a hűtőbe, valami burgonyakörét is lenne hozzá. Csináljunk akkor egy stircelt burgonyát, héjába főtt burgonyát, lereszeljük nagy lukú, nagy nyílású reszelőn, főtt, héjába főtt burgonya, lereszelve. Kevés olajat fölteszünk, ebbe beletesszük a finomra vágott hagymát, és megpirítjuk. Majd ehhez a pirított hagymához hozzátesszük a burgonyát, főtt, lereszelt burgonyát, ezt összekeverjük, és ezzel kicsit átpirítjuk, illetve megsózzuk, megborsozzuk. Majd így az egészet összeforgatjuk,
Figyeljünk arra, ha burgonyát főzzük, jelen esetben ne főzzük rongyá túl puhára, így egy egész más karaktere, íze lesz ennek a burgonyának. Amikor így a stircelt burgonyát, mint ahogy önök is látják, kicsit átpirítottam, hagymával együtt befűszereztem, akkor egy kizsírozott, kimorzsázott serpenyőbe beleteszem, és szépen megpirítom, majd ez lesz a talapzata, vagy a szoklia a komatálon lévő húsoknak. A hurka kolbász oldalas megsült mind, a sertés májat, mint ahogy említettem is és mondtam is, sokkal célszerűbb zsemlemorzsában mártani, és kevés zsírban megsütni, majd tálalás előtt egy pici borssal megszórni, sózni meg, amikor fogyassza a kedves vendég, akkor fogja. A stircelt burgonyát a komatára ráborítom. Aj, mi szépen megpirult. A hurkát, a véres hurkát, májas hurkát, az oldalast, ezt így ráteszem. Ez egy igazi koma volt, aki ennyi finomságot kap. Rátesszük a májat, a kolbásszal megkoronázzuk a tálat, így a szalonnákat, kakastarés szalonnákat paprikába mártom, és petrezselyem zöld ide szélére, majd rátesszük még a sült hagymát is, illetve a hagyma salátát. És a jókomám, hogy tudjon kóstolni, mellé tesszük a budlibicskáját is. Hát elkészültem. Jó étvágyat kívánok hozzá. Remélem, komám uram még nem fognak hajba kapni. No meg, lesz elegendő borocska is hozzá. De hogy milyen? Ezt főborászunk mindjárt elárulja önöknek. Katinka, mint főborász, legyen kedves, mutassa be ezt a kitűnő kékfrankost. Egy 2009-es évjáratú egri kékfrankos. Ja, ugye említette, a kékfrankos az a egyik legnagyobb szőlőfajta, kékszőlőfajta Magyarországon is, meg az egri borvidéken. Nálunk a bikavér alapjául is ez szolgál, illetve önálló fajtaként is kihozzuk. Egy nagyon hálás fajta. Úgyhogy meg is kóstolnánk a... Nézzük meg ezt a borocskát. Ez is terméskorlátozással... Terméskorlátozással, igen, odafigyelt termesztéssel készült a szőlő. Szép megybordó színe van ennek a bornak. Ez egy fahordós érleléses. Fahordós érlelésű, és sőt, nem is a fahordós érlelés volt itt az első szempont, hanem ez egy kísérletünk, ez az évjárat, hogy acéltartályban erjesztettük, és erjedés közben pörkölt betét dongákat helyeztünk a tartályba, és ettől már erjedéskor belekerültek olyan fa illat és ízjegyek is. Mint egy kicsit barikolt lenne, igen, ugye? Igen. Kóstoljuk is meg. Egy ilyen száraz, fantasztikus íz hatású borocska. De már a tanninok, azok már a 2009-es évjárathoz képest már lesimultak, nem annyira markánsak, tehát már egy élvezhetőbb vörösbor tartunk a kezünkben. Egészségükre!